Sziasztok! Ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megbeszéljük, hogy miért nem érti a politika dinamikáját Jakab Péter, miközben már annyira ordenári, -e, hogy a saját szavazóinak is ciki. Kitekintünk a németországi választásokra, ahol megpróbáljuk megfejteni, hogy miként falta fel a Willkommens kultúr az örök idők óta kormányzó kereszténydemokratákat, és végül felrajzoljuk az előválasztáson szavazók korfáját, ahol csak a változást akaró fiatalok hiányoznak. Megszokott társam akkor is barátom. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Én pedig Orbán Gergő vagyok. Zene után azonnal kezdünk. Elkezdődött az őszi ülésszak, mindenki be van sózva, a pártok érzik, hogy most lehet megmutatni az ország gyűlésben. Ránk az ajtót. De tényleg, tehát itt mindenki megjelent a nagy szavakkal, nagy mondatokkal, nagy tettekkel, és így mindenki szeretné a rivalda fényt valahogy megcsípni. Ugye ennek jelen pillanatban azért látjuk, hogy két komoly vesztese van a Dobrev Klára, hiszen nincs a parlamentben, az Európai Parlament meg gyakorlatilag senkit nem érdekel, illetve a momentumos fiatal srácok, akik ugye még mindig azt nyögik, hogy nem sikerült közel négy éve bekerülni, és ezért egy kicsit most nehéz úgy magukra irányítani, fényt, nyilván próbálkoznak, elmennek futni, fölveszik, stb. Mindenféle jó pofa játékkal. De, de, tényleg ez a, elkezdődött az őszi ülésszak, így mi most reggelizünk egyet. <laughs> Igen, mondanám, hogy visszamennek az egyetemi széksorokba is kicsit, tömlek, de ugye ezek a, ahogy megbeszéltük, a csillagózói momentumosok inkább most már családapák. Tehát annyi idő eltelt ellenzékben állunk is. No, de azért van, aki ott van, és a számunkra a legizgalmasabb személyiség itt Jakab Péter, akiről a mi műsorainkban egyelőre keveset beszéltünk, mert nem érte el az inger küszöbünket, amit csinált. Viszont most sem ez történt, csak azt gondolom, hogy a parlament falai közé valami olyan szintű ordenárékságot hozott be, ami, ami eddig ismeretlen volt, és én nem akarom... Amúgy, amúgy egyébként, egyébként pont, hogy most már elérte az küszöbünket, mert amit csináltad, csak így Hó, ó, így, elég, lehet, elég, elég. Leg, hogy így... Ö, Tehát, hogy én nem akarom túl misztifikálni, hogy hogy nézett ki a parlament száz éve, milyen beszédek voltak, vagy tíz év, vagy akármi, szerintem erre semmi szükség nincs, viszont az, amit ő csinál, az kezdetben szerintem egy jó taktika volt a részéről, mert itt ő volt a, a, Miskolci vagánygyerek, hogy így szépen fogalmazzam, a vagánygyerek, aki majd most jól megmondja az Orbán Viktornak, meg az egész Fidesznek, hogy mi van, föltört újú fehéring, stb. gyerünk, nyomjuk. Igen, ám... vagy, Mondjuk amilyen jóléti módon itt ücsörök szállat, szerintem te is hamar megkapnád, hogy na mi a ficsúr? Í így ücsöröksz. Mit, mit nevetgélsz no, de a lényeg az, hogy, hogy ugye ő az, belement egy olyan utcába, durván két évvel a választásuk előtt, hogy, hogy mindig csapkodjuk az Orbán Viktort, mindig csapkodjuk a kormányt, a Fideszt, és a Fidesznek a szavazóit is, gyakorlatilag tényleg mindenkit, aki nem vele van. És ugye ez egy olyan dolog, hogy egyre mélyebb és mélyebb és mélyebb ö, gödröt ásott maga alatt, hogy mindig valami nagyot kellett mondani, mert az emberek, legalábbis a szavazói már várták, hogy na most megint jól meg fogja mondani. Igen ám, de ezt azért három évig, két évig nagyon nehéz fenntartani úgy, hogy először még csak <coughs> bűnöző az Orbán Viktor, aztán nem tudom micsoda. Majd most ugye elértünk a, a mostani felszólásába odáig, hogy már Orbán Viktória lesz, tehát ö, nőiesítjük, amikor majd a börtönben ül, és akkor gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen szexuális abúzussal fenyegette meg, hogy a börtönbe ő majd mit fog kapni, mit kell elviseljen a raptársaitól. Na most ezt azért fontos itt leszögezni, mert szerintem azon, túl, hogy ez nem jó fej dolog, és ez, egy, ez egy, ez már egy egészen undorító sztori, azon túl nem nagyon hallottam a megszólásait a többi pártnak, akik ugye LMBTQ jogok, meg, meg TASZ, meg mindenki, aki aki azt mondja, hogy hát mindenkit a, ugye, el kell fogadni. A, és... a, a Pride az elhatárolódott, tehát a Pride-nak a szervezői elhatárolódtak, meg páran ugye jelezték, de hát azt mondják, hogy azért erre a mi kis egységünkre, ami a pénz és a hatalom felé vezető út, hát azért arról egy ilyen kis fiaskó miatt nem fogunk letérni, csak azt nem tudom, hogy amikor például ugye ők ö, aláírtak egy ilyen közös értényilatkozatot, hogy így vajon abban milyen értékek lehettek, mert hogy például, például ha belefér ez a, ez a dehumanizáló ö, kinyilvánulás, akkor nem tudom, tehát hogy ez már tényleg olyan szint, aminél így vissza kéne lépni. Ö, és érdekes egyébként, mert a, a Jakab Péter az ugyanezt a karaktert hozza, mióta a politikában van. Tehát ö, ö, tényleg mindig, mi, mindig ezt a, a elhíresült mondás, ugye ez a fullba nyomni a kretént, ő tényleg ezt csinálja, csak éppen mindig a üzenet. És amúgy nem tudom, te egy kicsit olyan, mint egy ilyen gép, hogy így hátul belerakod az SD kártyát, és akkor így, így ami azon van, akkor az, az ilyen eszméletlen vehemenciával így elmondja. Egyébként a itt korábban beszélgettünk, és volt szerintem egy ilyen nagyon jó hasonlatod, amire rácsatlakoznék, hogyha esetleg kicsit itt bele, beleviszel minket itt közösen egy buli környezetbe, ahol... Igen, itt a műsor előtt arról beszélgettünk, csak hogy megosztjuk veletek is ezt az elképzelésünket, vagy az elképzelésemet, hogy, hogy mindig van az a, az, a, az a srác, tudjátok, az ilyen házi bulikba, aki, aki, mindig ma akarja mutatni, hogy ő a legvagányabb per a, a legidiótább, és akkor az első bulin leissza magát, amennyire bírja. A második bulin érzi, hogy most már valamit kell Ennél többet is csinálni, mert az, hogy ő leissza magát, meg megiszik mindent, az már nem lesz elég. És akkor elérünk egy pár buli után, mondjuk egy pár hónap után elérünk arra a szintre, amikor mondjuk föláll az asztalra, letolja a nadrágját, és azt mondja, hogy na én most ide csinálok, mekkora király vagyok. Na igen, csak ez már senkinek nem lesz jó pofa, mert mindenki azt mondja, hogy öreg, talán ez volt a vége. Tehát de... hogy most már nem szórakoztat. Igen, és ez tényleg úgy van, hogy így megvan ez a karakter, aki így, így elindul ezen, és akkor szeretne ugye egy kis figyelmet, lányok, figyelmét megragadni, nem? nem tudom, és hát ugye látja, hogy, hogy ennek tényleg így van piaca, amit itt csinál, pedig egyébként már, hogy mondjam, az elején is közepesen szerintem egy picit az emberekre inkább rajta nevetnek, mint vele, és, és a Jakab Péter ezt a dinamikát nem érzi, hogy ő már, ő most már tényleg túllépett az asztalra csinálós ö, is. is. Abszolút, is. és, engem mindig az érdekel, hogy itt a, a nagy egység, meg hogy ilyeneknek nem szabad megbontani ezt, a, ezt az ellenzéki összefogást, meg minden, hogy mi lesz a következő srácok? Tehát most jelen pillanatban gyakorlatilag a nemi erőszakot relativizáltátok, mert hogy ez most így jól hangzott a parlamentben, meg mondtatok egy jó nagyot. Tehát innen azért már tényleg Meg, csak... meg ezzel milyen, milyen, indulatokat szítanak, érted? Tehát most gondolj bele, mert azért alapvetően egy, egy, politikai pártnak a vezetője, egyrészt miniszterelnök, frakcióvezető, pártelnök, ö, az ő szavazóbázisainak, szimpatizánsainak valamiféle útmutatással kell szolgálnia. Na most azt jelenti, hogy a Jakab Péter, aki egy elég népszerű figura, ő most az ő szimpatizánsaiban ezt tényleg relativizálta, és azt mondta, hogy gyerekek, ez egy jó irány. És én azt gondolom, hogy azért a magyar társadalom már ezeket a fajta ilyen hogy mondjam, civilizálatlan viccelődéseket már úgy azért kezdi meghaladni. Meg, Tehát... meg, az, hogy én azért érnék vissza oda, hogy van egy közös értéknyilatkozat, meg minden, mert mi lesz a következő? Tehát fölteszem a kérdést, hogy akkor most megint előveszi a jobbik azt, hogy én most már ugye nem vagyok olyan kirekesztő, én már csak viccelődök a buzizással, én már csak viccelődök a, a, zsidózással, a cigányokkal, az akármivel, és akkor, hogyha, hogyha te már nem gondolod komolyan, mert te csak így viccnek fogod, hogy jó, megmondod így az Orbán Viktornak, meg akár politikusnak, akkor, akkor öreg, mégis mégiscsak ezt gondolod, tehát azért álljunk meg, és amikor elmondják, ugye rendszeres kormánykritika, hogy a kormány egybites üzenetekkel ö, kommunikál, és hogy azért tud nyerni, mert jó sötétségbe tartja a sok-sok buta választóját. Azon túl, hogy ezt nem így gondolom, meg tényleg én is, én is kormány szimpatizáns vagyok, tehát, és butának se tartom különösebben magamat. Tehát most innentől kezdve ez, ez mi, ha nem egy egybites üzenet. Most nem azért, de például így magadról nyilatkozni, tehát miért nem például engem kérdezel meg, hogy milyen tartalak ő, ha, őszintén az annyira nem érdekel. Tehát szerintem mindenki magát ítélje meg, jól? És azt gondolom, hogy kiválóan ítélem Jelek. meg magamat. Hát, hogyha most a hallgatók látnák az arcát, szerintem érdekli. <gül> <gül> Igen. E, és azért nem menjünk túl, hogy gyerekek, tehát a az országgyűlési képviselőnek az a feladata, hogy az ő választóit képviselje a parlamentben. Na most úgy kíváncsi ennék, tehát amikor ő Orbán viktóriázik, és lemegy tényleg a, legalja szint alá még 25 szinttel, hogy akkor éppen milyen választói érdeket képviselő ott a parlamentben. És főleg úgy, hogy a, a Orbán Viktor ugye tartott egy ilyen 25 perces beszédet kb., és így fölvázolta, hogy milyen új intézkedések várhatóak, illetve kicsit így összegezte így a, a, a két ülésszak közti időszakot, és azt gondolom, hogy beszámolt olyan eredményekről, amik azért tényleg így egy magyar léptékekbe. Komoly eredmények ezek. Tehát, tehát, az, hogy mondjuk, nem tudom, én a 25 év alattiak eszélyelmentességet kapnak, akkor nem tudom, én visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, meg most nem is akarom itt tényleg fölsorolni az egészet. ami, ami akkor az a propaganda percei? Igen, de hogy, de hogy például, most nekem nem mondd azt, hogy ezt én is most a napokban értesültem erről a hírről, volt egy ilyen összehasonlítás, hogy fölemenik a minimálbér összegét 2000 forintra, és ez magas. Mint a 2010 előtt átlag jövedelem. Most értem, hogy volt infláció, de azért, azért ez, ö, ez számodra ez nem egy megdöbbentő adat. Tehát azért ez, ez, ez egy elvitathatatlan tény, hogy egy óriási fejlődésen mentünk át. És nekem az a, az a problémám, hogyha mondjuk Jakab Péter, aki egy ellenzéki politikus, ő ezt kevesli, mert azt mondja, hogy gyerekek, 2000 200 forint mai világban. 5-500 ezernek kéne lenni a, a, a minimálbérnek a miért nem arról beszél, hogy hogy lesz olyan termelékeny a magyar gazdaság, hogy gyerekei nem 200, hanem 500 lesz, és mindenkinek lesz három mercedes -e is mellé. Igen. Mert, mert ha ő ezt tudja, akkor én kíváncsian -e meghallgatom, és azt gondolom, hogy ennek lenne társadalmi támogatottsága is. De, de hogyha ezeket ő nem tudja, hanem csak ö, ilyen, tényleg, gyakorlatilag úgy működik ő, mint hogyha neki igazából nem az olyan dolga, hogy népképviseletet ellássa, hanem lenne egy tévéműsora. Pontosan. És akkor, és akkor bemegy, és gyakorlatilag neki az országgyűlés a, a stúdiója, és akkor ő azt fölveszi, és szerintem egyébként ezek így is készülnek, hogy ő előre megírják a skriptet, bemegy, elnyomja, legalább ingyen fölveszi, azt akkor kivágják, és akkor igazából ő így gyártja a videóit a Facebookra, nem gondolod? Hát jelentős ideig van neki tartalom, amit onnan tud, hogy jó, megmondtam, Igen. jó, megmondtam. Én abban bízom egyébként, hogy, hogy, el kell érni szerintem, vagy ha már nem elérte azt az inger küszöböt, amire már tényleg minden jó érzésű ember azt mondja, hogy srácok, akkor tényleg álljunk meg. Tehát ennek már nincs létjogosultsága, tehát azért annyira már ne utálkozzá, hogy itt másokat, másoknak nemi erőszakot kívánsz meg hasonlók, mert, mert tényleg, tehát azt gondolom, hogy a politikai kultúra az nem csak abban nyilvánul meg, hogy nem tudom, magázzuk egymást, meg hogy kultúrátan beszélünk, hanem vannak olyan dolgok, amit nem mondasz ki, azért nem mondasz ki, mert onnantól kezdve az emberek azt mondják, hogy ja, lehet fenyegetni a, a nem tudom, az akárkit nemi erőszakkal, mert ugye ott is elhangzott. Tehát ezt ne hozzuk be, ne hozzuk be a közbeszéd szintjére ezt felejtsük el, ezek tragikus dolgok, és hogyha ő ezt képtelen, és ezért kérdeztem, hogy mik lesznek a következők. Tehát innentől bárhova süllyedhet, és a többi ellenzéki párt itt a nagy összefogás miatt ilyen alamuszi módon, tényleg sunyi módon hallgat erről, amikor, amikor más esetekben, meg tényleg az, amikor ő így tárgyasítanak egy nőt, így tárgyasítanak egy férfit, akármi, akkor tényleg hatalmas égzengés minden, ez elfogadhatatlan, felháborító, stb. De amikor a egy közülük ezt csinálja... Geri, most elnézést, én most nem akartam ebben a mai műsorban beemelni azt, azt a sérelmet, hogy engem a pesti nők tárgyasítanak. Igen, téged, de azért, mert te rettentő népszerűjé váltál itt a kis műsorúnak köszönhetően, nem tudom, a hallgatók észrevették el, hogy már úgy hivatkoztam rá, mint műsorvezető társam. Lehet, hogy ez sok. Lehet, hogy ez még sok. Hát az a baj, hogy ez tudod, hol lesz nagyon sok? A Facebook fiókomnak lesz nagyon sok. Tehát az a baj, hogy ilyenkor tényleg beindul, beindulnak a nők, és elkezdenek engem tárgyasítani. És azt mondom, hogy én, mint ö, negyedik generációs feminista, ö, nem igazán tudom ezt még hova tenni. Tényleg, erre nincsenek válaszaim. Nos, és akkor csapjunk is át ezzel a nincsenek válaszaimmal. Kiváló lezárás volt. Csapjunk is át a második témánkhoz, az pedig a németországi ö, választások lesznek, ahol Többeknek szintén nincsenek válaszai, elsősorban a CDU-nak, ugyanis az elmúlt időszakban rengeteg éve a CDU különböző koalíciókkal, elsősorban az SPD-vel irányítja Németországot, közösen jobboldali-baloldali koalícióként, és azért azt látjuk, hogy Németországból általában gazdaságilag jól mennek a dolgok. Most jött el ez a földrengésszerű pillanat, amikor az amúgy bebetonozottnak hit CDU, úgy néz ki, hogy ki fog esni a kormányból. Ennek ugye több oka lehet. Mi nem akarunk belemenni most abba, hogy ki hány százalékot szerez, ezt, 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 meg lehet hallgatni máshol, nálunk sokkal jobban értenek ehhez emberek. Mi csak arra szeretnénk most rávilágítani, hogy... csak sokkal érdekesebben <laughs> szeretnénk ezt <eszélyben. gül> Mi csak arra szeretnénk most rávilágítani, hogy mi állhat a mögött, hogy, hogy egy ilyen tradicionálisan nagy párt egész egyszerűen nem találja a szavazóit, akik nem kihaltak, hanem egész egyszerűen azt mondták, hogy, hogy srácok, amit ti csináltok, az nekünk nem jó, mert ez nem a mi hangunk, ez nem a mi elképzelésünk. Uh, én azt gondolom, hogy amit a felvezetőben is mondtunk, ez a Wilkommens kultúros. Uh talán kiderült azóta, hogy ostobaság volt az első lépés, illetve emellett volt az, hogy a CDU nem találta saját hangját, ahogy egyébként több jobb jobboldali, vagy legalábbis jobboldalinak mondott európai párt sem, hanem elkezdett átvenni baloldali témákat, és azt mondani, hogy ez végül is nekem is jól áll, meg ha erre van inger a közösségnek, akkor majd én ezt jó magamévá teszem. Én a CDU-nak a mostani szerepét egy kicsit a Európai Néppártnak azzal a kampány szlogenjével ö, állítanám párhuzamba, amikor azzal kampányoltak, hogy ők a legnagyobbak. <tosz> <tosz> És tényleg, hát ez, ez egy komoly mondani való, hogy te vagy a legnagyobb. Egyébként amúgy most Jakab Péter egy kicsit visszahogóra, például ez egy nagy mondás a börtönben, ott te vagy a legnagyobb, de hogy így egyébként a, a politikában, önmagában ez nem bír, ez nem egy társadalmiak támogatható vízió, hogy te nagyon nagy vagy, és nem tudom, sokat is eszel? Szóval igen. Érdekes, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a a, neki a szavazói igen úgy tűntek el, hogy ahogy így, így jobbról ö, bementek középre, és inkább balra, így gyakorlatilag elveszt, elvesztették, elvesztette az arcát. És tényleg most mondja meg valaki, hogy mondjuk mi a különbség a, a, az SPD és a, a CDU között. És ö, ez, tényleg ez szerintem az egész ö, német politikára jellemző egyfajta ilyen kiüresedés, ö, és az, hogy hogy a, a, liberális agendának annak ugye a, megvannak a saját hívó szavai. Tehát, hogy ott sokkal jobban működik az, hogy hát én egy ilyen menedzser típusú vagyok, és hát minden olyan dolgot egyébként amúgy nagyon támogatok, ami ma trendi. Tehát zöldek vagyunk, nem tudom én, tényleg minden támogatok. Mindenkit a... el, és mindenkit befogadunk, mert igen. ez is, ez, is, ez is lett Igen, 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 tehát ez. Viszont a, a jobboldali politizálásnak ö, jobboldali politizálásnak az lenne a lényege, hogy akkor jobboldali gondolatot fogalmazzál meg és ezt spórolják meg egyébként például ugye a CDU politikusai is, hogy ők nem tudják megfogalmazni, hogy ma mit jelent Németországban jobboldalinak lenni. És nem tudom egyébként, hogy erre, erre ténylegesen nincsenek kereslet, mert azt gondolom, hogy hogy a német társadalom azért ö, ö, alapvetően nemet mondott mondjuk a, a szélső jobboldali ö, ö, aft re tehát lehetne ott valamiféle jobboldali fordulat, csak nincsen Hozzá meg a gondolat és az elköteleződés. Szerintem ez. ez Na most akkor nem hadd helyezkedjek én föléd, ahogy te szoktál jogászként az összes témába gyakorlatilag fölém, most közgazdászként itt a kereslet-kínálat területén. Én azt gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy lenne -e kereslet, hiszen ahogy te mondtad, és szerintem ez a kulcs, hogy kínálat sincs. Tehát ők lemondtak arról, hogy ők jobboldali politikai alternatívát kínálnak, vagy jobboldali politikát kínálnak a választóknak, és, és rendesen alátámasztva elmondja, hogy mi ezért gondoljuk ezt, és nem azt, amit az amúgy a baloldal, aki fölül az összes trendi dologra, stb., hanem ehelyett lett egy ilyen egy ilyen bénaság, hogy, hogy amúgy nincsenek is ötleteink, meg azt nem is akarnánk igazán vállalni, ezért látjuk, hogy mik mennek jól a túloldalon, majd ezt most jó magunk kíván tesszük, de akkor, akkor az, te öreg, te ugyanúgy átmész a baloldalra, tehát nem tudsz, nem tudsz úgy átvenni egy, nem tudom, egy zöld politikát, nyilván lehetne, hogyha neked nem ötleteid vannak, hanem megnézed, hogy mi ment jól a baloldalon, hogy mit azt mondják, hogy ültessünk tízzer fát. Most te azt mondod, hogy hú, ez ott nagyon jó, mert nagyon szeretik az emberek, akkor sziasztok, mi vagyunk a jobb oldal, mi 12 és ezer fát szeretnénk ültetni. Öreg, ez pont Pontosan ugyanaz? Tehát ezt nem tudod ugyanúgy eladni nekik még egyszer? Tehát, és ez egy, ez egy nagyon leegyszerűsített dolog, tudom, csak hogy nem tud ugyanazt nekik újra csomagolni, hogy ez, ez nagyon hasonlít arra, ami a, amit a bal mond. Csak egy kicsit, csak ezt most mondjuk mi mondjuk. Igen, csak alapvetően a konzervatív oldaltól valahol azt várnám el, és most tényleg lépjünk túl azon, hogy nyilván minden országnak megvan a saját konzervatív gondol gondolatköre, hogy mondjuk egyrészt legyen Józanság, legyen egyfajta patriotizmus, és mondjuk ez, ezekhez jön az, hogy, hogy, akkor tényleg mi az országnak a sajátja. Tehát mondjuk nyilvánvalóan mondjuk Németország, ami alapvetően ugye egy, egy szociális piacgazdaság, tehát ők mindig egy picit jobban, szociálisabban fogják megközelíteni a dolgokat, a jobb oldal is, mint mondjuk mondjuk Angliában, és egyébként ebből például hasonlítanak mondjuk, mondjuk a magyar jobb oldalra is. Viszont a józanság az, ami, az, ami szerintem eszméletlenül hiányzik. Tehát amikor az van, hogy úgy vesznek át ész nélkül mondjuk zöld témákat, mert az most menő, hogy erre nincsen felkészülve az ország, az ipar, ninc, és ezzel inkább kockáztatja a saját országának a szuverenitását, de bedob egy trendi témát. És például tök érdekes, ha szerintem kettő ilyen Ága, ága is van ennek. Az egyik az például az autóiparnak a hanyatlása, illetve a nehéz helyzetbe kerülése. Tehát, ahogy például ugye az USA azt mondja, hogy gyerekek, én gyártam az autót, tudod milyen szabályok szerint? Hát a sajátjaim szerint, és kezded el, hogy ez patrióta, és olyan piaci alapú, hogy majd vele fog megversenyezni. Igen. A... Igen. És el, ez működik. Igen, és kézzel el, ez működik. Na most e ehhez képest nálunk így önmagunk karjába vágunk bele így állandóan, hogy nyomjuk ezt a zöld projektet, olyan kicsi a motor, hogy már nem tudom, tényleg már ezért... Az érdi emelkedő főfele tolod. <gül> tényleg, <gül> tényleg, már a boltig nem tudsz elmenni vele gyakorlatilag, meg, meg nem tudom, évente szétesik a motor, mert izé nem tudom, 150 lóerőt raknak egy egy literes motorba, és akkor, és akkor nem tudom, az mennyire zöld, hogyha mondjuk évente ezt ki kell De ami szerintem még tök érdekes volt, hogy, hogy a, ez az energiafüggőség. Tehát az, hogy, hogy, Európában ráálltak arra, hogy gyerekek már a foszilis energiahordozókat már ki sem szabad termelni, és, és képzeld el, szerintem tök érdekes volt, hogy, hogy leálltak, a, az a foszilis energiahordozó kitermelésére alkalmas eszközök gyártásával, és tudod, hogy ez mit okozott? Káoszt és bizonytalanságot. Eszméletlen. tényleg eszméletlen. És most, ja, ugye, másik aspektus. Ö, két, 2021. január óta, ha jó az adatom, 2021. január óta a világpiacon 300%-kal drágult meg a gáz, és az Európai Nem Energetikai Ügynökség az oroszokra mutogat, hogy miért nem adnak nekünk több gáz. És így ember, hát talán mert mondjuk, amikor ide jön, hogy nem tudom, ide hozna valamilyen gyártás, vagy valamit, és te pedig azt mondod, hogy gyerekek, aki vele tárgyal, az egy gyökér, meg nem tudom, megbélyegzett, de hát nehogy ám már nekem, hát nekem tudod, ki vagyok én? Hát én vagyok Jürgen Mayer, hát és nekem ezt tudod, hogy mit szó, a jó létemet szolgálja, és tényleg ő úgy gondolja, hogy az, hogy neki, nem tudom, München alsón neki jó belegyen fűtve a ház, az egy <laughs> ilyen nagy közös projekt. A világnak. Tehát, hogy, hogy így fogjuk már föl emberek, hogy ez neked. Tehát ugye emlékszem, amikor a, a és, na, és végre utalhatok drága nővérem nagy tanításaira, amikor elkezdtem az egyetemet, és először lecsúsztam valamilyen ö, határidőről, és kézzétek el, hogy csak hát jött a retorzió, és semmi figyelmeztetés, semmi nem volt, és hát ugye a gimnazista léte, után egy picit úgy furcsáltam, hogy ez szóhattak volna. és akkor jött a, jött a, jött a testvérem a nagy ö, mondásával, hogy hát tudod kinek fontos, hogy a szalamandra fontos, Hát a szalamandrának, mert ugye senki másnak nem fontos. És hogy egy picit ezt felejti el ez a nyugati ember, hogy, hogy ezt a nagyon nagy jólétet, amit most hát tényleg sikerült elérni, ha ezt, te magad nem akarod megőrizni, hát ö, Kínában nem azért dolgoznak napi 28 órát, hogy ők ezt neked őrizzék. Egyfelől, egyfelől, másfelől viszont behoznám azt a fajta képmutatást, amit itt már az elmúlt hetekben nagyon sokszor beszéltünk róla, és szerintem még így a, a mindenkinek följön a figyelmét, hogy a következő hetekben is nagyon sokat fogunk erről beszélgetni, hogy a, azt mondta ugye Németország, hogy no atomenergia, meg ilyenek, mert csak megújuló, és a többi, és a többi. És pár hónappal ezelőtt olvastam a Magyar Nemzetbe egy cikket, ami arról szólt, hogy ez nagyon jó hangzik, és nagyon támogatják a németek, azonban vannak olyan periódusai az évnek, amikor bizony ezek a megújuló energiák nem úgy teljesítenek, ahogy azt mondjuk a lakosság elvárná, vagy ahogy a lakossági ö, áramfelhasználás ugye ezt megkövetelni. Ilyenkor jön a következő lehetőség, már pedig az, hogy telefon cupaks, és megkérdezik, hogy van -e eladó. Mert ugye az nagyon jó, hogy náluk nincs atomerőmű, meg le van állítva. Igen. De ugye, az meg még jobb, hogy Magyarországon van. És akkor fívják, Paks, Paks mondja, hogy van eladó, és akkor mondják, hogy megveszük. Mert igazán mindegy, hogy ez a marha nagy tévé München felső alsón, mivel működik, mert ugye azt hiszük, hogy megújuló nálunk nincsen, de ezek ezek a hülye magyarok, ezek meg az jó de, de atomerőmű, és, és, gondolj jól. bele, hogy ez a szerencsétlen Jürgen Mayer, ő komolyan gondolja, hogyha az összes ilyen elektronikai cuccát paksol tölti, akkor, hogyha ő igazából a munkájével bringára megy három utcával, meg van neki egy ilyen, egy ilyen tudod, ez a pamut szatyra, akkor, akkor gyakorlatilag, hát ő, az ő, az ő ökológiai lábnya most gyerekek, az, hogy minden évben négy hetet eltötten eri, férjen már bele. Meg az egy más. mentett kutyával. De az más, ezt nem érted meg, a nyaralás az mindig más. De tudod miért? Mert kapcsol. Mert kapcsol. igen. És amikor tényleg az 52 hétből 48-at figyelsz, akkor hadd legyen már négy csaló hét. Hát mi ugye nagy diétások, ezt nagyon tudjuk, hogy milyen az, amikor hétfőn kezded a diétát, és a délután már csaló. Igen, egy kedves barátomnak volt ez a nagy mondás, hogy neki minden diétának a másik napja a kedvence. Akkor adja tehát valahol ez, a, ez, a, ez, az egész képmutatás itt az európai politikában már tényleg így a gazdaság szintjén is tapasztalható. És egyébként azt gondolom, hogy, hogy így be, szeretnék belenézni mondjuk ilyen tájékozottabb német fejekbe, vagy, vagy bármilyen nyugat-európai fejbe, hogy, hogy ő ezt, ő ezt tudja, tehát hogy néha nem sikerül elég e, energiát termelni, és akkor, és akkor, vesznek egy olyan helytől, aki, aki súlyosan környezetszennyező, és amúgy nagyon veszélyezteti a világ békét az atomerőművével. Vagy, vagy mit tudnak? Mert, mert egy kicsit ezt, ezt ilyen tényleg én álságosnak tartom a politikusok részéről, hogy így bedobjuk ezek a nagy lőzungokat, hogy tessék, tessék, mi csak ezzel, és akkor így á, úgy se figyel már arra senki, hogy amúgy meghonnan veszünk. Ezeknek olyan mindegy, ez csak a nép, alig vannak 60-80 <síns> millióan. <síns> De tényleg ez képmutatás, amit nyomnak, és akkor ez, hogy, hogy ők tényleg úgy gondolják, hogy ez a, a az energiafüggőség, tehát hogy nem, és nem is értem, tehát egyszerűen egy ilyen elvarázsolt világban élnek, tehát úgy, hogy a szuverenitása az mi múlik, a, nem akarom fölmenni, tudod miért? kényelmi szempontok miatt. Kényelmi, mert véletlenül olyan döntés kéne hoznom, ami nem lenne nagyon trendi. És akkor, hát gyerekek, azért egy dolog számít itt még a meleg szobán kívül, a trendiség. Bár nem tudom, mert én azt gondolom, hogy azért a hideg szoba se túl trendi, tehát onnan menő is taposztogat kirakni, mert közben marhára fázol. és tényleg, tényleg, mint kódus a 100 forintos, úgy a meleg teássuprodat. De egy ilyen jó, egy jó nagy bügré. Egy jó nagy bügrét. egy, ahogy csak egy, színművész tudja ezt a bügrét fogni. Csak egy, csak egy Earl Grey-t kérek, vagy egy English breakfast Ö, Ja, oké, okay, csak azt. <laughs> <laughs> Jó, oké. Okay. No, harmadik témánk, már a gyakorlatilag az utolsó, vagy hát fixen az utolsó, ha még meg nem lepsz valamivel. A tömegek vannak a ellenzéki előválasztásnál, ugye gondolom semmelyik hallgatunk nem mentem el, el úgy, hogy ne vette volna ezt észre. <laughs> Azt itt hogy mondhat, hogy hát úgy gondolom, se melyik alkotónk ment <laughs> el. Egyébként, <laughs> egyébként, az nagyon megdöbbentene, de hogyha volt ilyen, akkor, akkor kommentbe várjuk ezeket az észrevételeket, mert itt jegyezném meg, hogy imádjuk a kommentjeiteket, mindig olvassuk, nekünk ez tényleg nagyon jól esik, főleg, hogyha ilyen kedveseket írtok, az, meg az anyukáinknak esik nagyon jó, mert ők is olvassák, és ők is nagyon büszkék ránk. Na mindegy, a lényeg, a lényeg, két éve beszélik, hogy akkor most már tényleg jön az ellenzék előválasztás mindennel előkészülnek, stb. Majd amikor ezt online -e publikálják, akkor jön az a bizonyos krach. Ami azért nagyon érdekes, mert az informatikai szektor az úgy működik, azt veszem észre, hogyha kormányzati hiba van, vagy valami, valami kormányzati leállás. Lásd, amikor az először lehetett Pfizer vakcinára jelentkezni, hát az mindig hasfogós nevetés, hogy ez a kormány <laughs> az annyira béna. <laughs> hát ez elfogadhatatlan. Egy béna kacsa. ez <laughs> aztán már tényleg köznevetség, hogy nem tudják megoldani. Na és amikor ugye az ellenzéki térféle jönnek ezek a, ezek a nagy problémák, mint hogy ugye azonnal lefagyott, már tesztüzemben is lefagyott ez az előválasztási, Site, uh, Előválasztáska, a... ugye, hogy a nagy vicc. Mondja, a nagy vicc, igen. Ilyen? Tehát, hogy amikor ez már akkor lefagyott, akkor az nem egy nem egy ilyen tényleg nagy poém, meg kinevetjük őket, hanem az, valami tényleg a demokráciának már a páros lábbal a tiprása. És gyakorlatilag újra előkerülnek a, a katonai bakancsok, amik ezt az ellenzéket le akarják nyomni a sárba. Nehogy esélye legyen arra. De várjunk, hogy... hát egy pillanat, gerike, ne rohannál. Hát várja, először lefagyott, ugye, a rendszer. És akkor nekiálltak, hogy sikerpropagandát kezdenek el nyomni, mert nem azt mondják, hogy ugye gyorsan titokban valaki Robika a gyorsan izé meg kell javítani, nem? Vagy azt mondják, hogy fú, hát ez történt, hát nézzétek el, mert hát ilyen kis nem tudom, vagyunk, hanem hogy hát egyszerűen annyian jöttek, tehát, hogy, hogy, amire mi számítottunk, ahhoz képest nagyságrendiek. Tehát, hogy nem tudom, meg ilyen 8 millió ember. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy például azért ezt a fajta hajlandóságot szerintem relatív jól lehet mérni. Tehát, Igen. hogy mondjuk így. És ugye, ahogy a számak, számaikat is, ö, ö, ha nézi az ember, tehát itt azért ilyen tízezres, meg, meg hogy mondjam, így alulról nyaljuk a 100 forintos mértékek vannak. Tehát, hogy nem tudom, hogy lehet lehet, hogy úgy gondolta, hogy ja, úgy gondolta, hogy a Péter valójában, hogy most őszintén, az kit érdekel, érted azt, hogy vegyük a családi csomagot, hogy <laughs> tudod, hanem fölteti anyám még a tegnapi fényképeket az izéről, a szülinapozásról, és akkor ez legyen elég, érted? Meg, meg az, hogy igazándiból hogy gyakorlatilag ezeket nem is érdekli, hiszen szóval megvan a, meg ki a befutó, ők azt gondolták, hogy páron el fognak kattingatni, mert azt úgy élvezik, vannak ilyen nagy színes képek, köszönjük, hogy részt vettél minden, azt a végén úgy is mondanak valamit. Lehet, Szerintem... hogy úgy, lehet, hogy, lehet, hogy úgy vele a, 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 fekete győd hogy amikor így a, a, Feri előadta neki ezt a projektet, hogy ezért, akkor tudod, á, én sose hittem ebbe, tudod, hogy úgyse, úgyse fogják ezt bevenni az emberek. Az, azon gondolkodtam, hogy szerintem ott mutatja meg ez a legélesebb, hogy ezt mennyire nem veszik komolyan, nem tudom, hogy láttátok-e, amikor elsétáltok mellettük, hogy vannak ilyen, ilyen költöztető kartondobozok, amikre egy ilyen rá van 20, vagy előválasztás 20-21, nem, nézd ezt be ez tényleg, ez, ez botrányosan rossz. Tehát rá van húzva egy ilyen előválasztáson zsinót, és akkor abba, abba tudod beledobálni a, 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 szavazatodat, és egy, és egy kicsit én ott tényleg úgy érzem, hogy így ezt nézegettem, hogy, 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 hogy így ez, ebből így bármi lehet. Tehát, hogy így, hogyha nem veszed észre, akkor tényleg véletlenül beledobod valakinek a költöző szatyrába ezt a dolgot, mert hogy alapvetően ez nem egy választás, hanem ez egy vicc kategória. Tehát ez, ez kicsit olyan, mint hogy ugye szeretnél minket támogatni azzal, hogy bedobsz ide egy félbehajtott állnégyes egyes lapot. Igen, hát, De orr, tőle, el, el, el tudom képzelni, tatt, hogy járnek állnak, és akkor így a, a gondolja Jakab Péter, hogy na hát akkor itt titokban egy, íze, egy 16 szavazatot így benyom magára, és akkor így Feri hát ne fáradj, Péter, hát ne fáradj, hát szerinted meg lesznek ezek számolva most őszintén. És szerintem az volt még egy igazán nagy pillanata ennek a, ennek a nagy játéknak, vagy ennek a nagy amatőr színházi felvonásnak, amikor már mindenki elmondta Magyar György és egyéb híres emberek, akik ugye ott ólálkodnak a környéken, hogy... De hogy... egyébként szerinted, bocsánat, a de, de, szerinted Magyar György várja, hogy végre legyen egy kormányváltás. Azt mondja, gyerekek, én már olyan régóta szolgálok itt titeket idézőjelben civilként. Én már annyira hogy... megérdemlek bármit. Tényleg, annyira lesz érted, itt vagyok egy ilyen igazi street lawyer, érteni, tehát dobjatok nekem egy csontot, kérlek. Nos, és, és már mindenki elmondta, hogy hát valószínűleg nem kínaiak hekkelték, valószínűleg nem a kormány hekkelte, az biztos, hogy nem a karmelitából hekkelték, és a többi, és a többi majd ezek után, amikor már ezt mindenki megállapította, akkor Gergő előrehajolt a biciklién belerakta a küllők közé a botot és azt mondta, a Fidesz el akar minket lehetetleníteni <haz> <haz> és Én... Én... öreg. Nem tűnt fel, mert minden haveron megmondta, hogy nem ez történt, hanem hogy tényleg megvettétek az olcsó internetet, és ez nem úgy működik, ahogy gondoltátok. És ők tényleg, ő szentült, és még volt egy ilyen acélos kiállása, hogy megmutassa, hogy ez bizony tényleg ö, a kormány miatt volt. Viszont nem mehetünk el szerintem ö, anélkül, hogy szembe jött velem a Facebookon egy hirdetés, ami úgy néz ki, hogy Karácsony erő, ilyen sejtelmesen mosolyog egy képen. Meg, most megmutatom so, a kamerának. Somolyog? Most megmutatom a kamerának. Ah igen. Jó, Várja, látom. <gül> <gül> Ö, somolyog, somolyog, ja, ilyen rendesen öltözök kis szemüvegé, minden. És három tétel van a, a kép mellett, ilyen leírva szövekként. Így hangzik az első. Álljunk ki magunkért. Kettő. Védjük meg a nemzeti vagyont. Három. Óvjuk meg az ország függetlenségét. És így, így azon gondolkodtam, hogy öreg ez tényleg ki adta a te szádba? Ki mondta, hogy ez így jó lesz, mert ez pont olyan, mint hogy a mi kettőnkről lenne egy ilyen kép, és ilyen tételek lennének odaírva menni, hogy... De nem, hát ez de... hát egyszerűen el akar vinni, el akar vinni Fidesz színekben egy választókeretet Budapesten. de ez szerintem ennyi, ennyiről szól. De a portak ájé szoltánékkal, meg a fletóval, és akkor azt mondja, hogy figyeld, meg ide kérek. De hogy egy... azon gondolkodom, hogy ez pont olyan, mint amikor mi lennénk egy ilyen képen, és oda lenne írva, hogy vékonyak, magasak, szépek. Hogy öreg, nyilván nem. Tehát, hogy ez egy, ezek pont olyan három... Jó, gyerekek, az ezt a magad nevébe, jó? Tehát, hogy én kikérem magamnak, hogy én ne lennék szép. Tehát, hogy az na. Jó, a szép, az tényleg olyan volt, ezt elfogadom. Ez bi az billegő volt, az Igen, igen, Mert, az, hogy, az, hogy tényleg én nagyon izmos vagyok, és sokan úgy tűnik, hogy ilyen nagy darab és hát nagy darab dagadt tudod, az már egy van a igen. Na, de tehát, egy végigveszed, hogy álljunk ki magunkért. Öreg, te még sose álltál ki magadért, zuglóba sem, meg sehol. Tehát akkor ezt húzzuk is ki. Védjük meg a nemzeti vagyont. Halló, a haverjai gyakorlatilag szép privatizálták az országot. De, de, de ebből, de meg, él, ebből, él, ebből fél Nyugat-Európa, hogy mit adtatok el. Neki? gondolj bele, amikor ez a állj magadért, és akkor így látod magad előtt, hogy elmondja, hogy izét hát nagyon fél, fél és félti saját magát és egész családját Tóth Csabától, majd eltelik három hónap, én zuglóban tudcsabát támogatom, tudcsabát támogatom, ó, oh, kiálltál magad én apukám, és tudod, hogy, tudod, hogy mire vágyok még? Hogy így, hajják ki, értem is, értem tudod, is. Mert olyan jó lenne, Pontosan. Igen, bocsánat. És óvjuk meg az ország függetlenségét. Nagyon igen, jó. Nagyon jó. Nagyon, nagyon jó. Tehát, jó. Tényleg... Ezek, ezek, én azt hiszem, hogy erre tényleg te vagy a legalkalmasabb. Tehát ez, ez, valahol, ez valahol félelmetes, tehát amikor azt mondjuk, hogy hétről hétre belerúgja magát egy gödörbe, onnan nem tud kimászni, viszont... Én azt nem értem tényleg, hogy bár tehát nem tudom, hogy bármi gondolat van e mögött, vagy csak látja, hogy az ilyen, te végül is, ez van, akinek bejön ez a politikai üzenet. Ki, 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 ki írom, nem? Hát figyelj, ki írom. Tehát, hogy tényleg, amikor leírja, hogy beengednék, beengednék a migránsokat, akkor a, hogy hívják, Európai Ügyészséghez akar csatlakozni. Tehát, tehát mi, mi, milyen ország függetlenségét őrzi ő, de komolyan mondom, meg egyáltalán a kérdés az, hogy... Miért őrzi az ország függetlenség? Mit jelent neki az ország függetlensége? Érted? Mert amikor mi arról beszélünk, hogy az ország függetlensége az fontos, akkor azzal valahogy arra utalunk, hogy, vagy azzal ezzel próbáljuk védelmezni, hogy így lehet megőrizni a saját közös kultúránkat, közös együvé tartozásunkat, közös küldetéstudatunkat. De neki ez mit jelent? Neki miért fontos egyébként? És én, én, ezt nem értem, tehát, hogy ő, mert ezzel szemben a gyurcsányék, azok, azok legalább azt mondják, hogy gyerekek, Tudod, hogy kinek fontos az ország függetlensége? Nekünk nem. Abszolút nem. De, ő nem is mondja. Sőt, ő azt mondja, hogy egy Európai Egyesült Államok be kell olvasztani, érted? Tehát legalább őnek ilyen van egy ilyen mondásra. De most komolyan a karácsonyi erről mit gondolt? Hát valószínűleg semmit. Nem, nem, ilyen, ilyen mély interjút meg egyszer kéne vele csinálni, hogy megkérdezni, csak semmi másra nem válaszol, mi nem fogunk nehezett kérdezni, mi csak azt kérdezzük, amit te egyszer egy idézetes képre már kiírtál Facebookra. Ezeket most vegyük szépen sorba végig. Egy, egyébként amúgy neked nem tűnt fel, hogy most többször ö, raktak föl róla olyan anyagot, ahol így ö, ilyen, ilyen véletlenül káromkodik egyet, és utána így szégyenkezik. Tényleg, igen, én, akkor, én ezt igen. Nem láttam. És akkor most akkor így idézőjelben, hogy így, így, láttam most egy ilyet, hogy mond valamit, és azt mondja, hogy, hát, hát baszki. Tudod, és így, ez az ilyen, hát baszki, és ilyen, jó Isten, nem mondd már ez még, olyan béna az egész. A, hát baszki, ki mond ilyet, érted? Meg így, meg utána ne szégyenkezzél, tehát, hogy tényleg borzasztó. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor kövessetek minket a közösségi médiába, és kommenteljetek, mert azt nagyon szeretjük, és az igazat megvalva nagyon jól is esik nekünk. Ennyi volt már a Párhuzamos Valóság Podcast. Egy hét múlva találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!